Újra ecsetet, pontosabban ezúttal festékszórót ragadott Simicska Lajos, ezúttal néhány Soros Györgyöt ábrázoló kormányzati plakátot dekorált ki. A vállalkozó ismét saját kezüleg festette rá a plakátokra a G-nap óta elhíresült mondatát, vagyis hogy mit gondol Orbán Viktorról. Simicska Lajos híradónknak azt mondta, folyton a véleményét kérdezik, ő pedig most elmondta. A vállalkozó hozzátette, azért festeget, mert ettől jobban érzi magát. Ezek a fotók kedreggel készültek a Budapest és Veszprém közötti autóút mellett. Orbán Viktor egykori barátja és bizalmasa, a mára kegyvesztetté vált vállalkozó ezúttal festékszóróval a kezében pózolt és az átpingált plakátok előtt. Híradónk elérte Simicska Lajost, aki elmondta. A fővárosból hazafelé tartva úgy gondolta, ideje elmondania a véleményét a kormányzati plakátokról, mégpedig nagyjából így. Útközben néhol kiszállt a kocsiából, elővette a sárga festékes flaskát, és fújni kezdte a Soros Györgyöt ábrázoló plakátokra a már jól ismert mondatot. Nem tetszik, régóta nem tetszik, sokan belőle. És azt gondoltam, hogy ha állna főszólítanak, hogy mondja már, mi a véleményem, mondom, most elmondom is. Fogtam és elmondtam politikai véleményet, ennyi. Azt mondják, hogy ne hagyjam szó nélkül. Hát nem hagytam szó nélkül, elmondtam most, hogy milyen vélemény. Az a vélemény, amit ráírtam. Ennyi. A vállalkozó elmondása szerint 5-6 plakátot dekorált ki a sárga festékszóróval, ezek mind Veszprém megyében vannak. Simicska Lajos híradónknak elmondta azt is, azért festegetett, mert ettől jobban érzi magát. Én megkönnyebbülök, és nekem ez jó eset, és jól esik megkönnyebbül az ember, kiadta a frusztrációt, és akkor lássam már mindjárt jobban van. Simicska Lajos nem először nyilvánít véleményt hasonlóan formabontó módon. Október elején szintén saját maga indult festegető körútra, akkor lakóhelyén Veszprémben pingált tele néhány a saját cége tulajdonában álló hirdető oszlopot. Így az az eset nem minősült rongálásnak. Az a véleményünk, hogy Simicska Lajos orvosi eset. A Fidesz frakció vezetője szerint a jogi vita másodlagos fontosságú az ügyben. Ha ezek kormányplakátok voltak, akkor az a vita megindul, amit hosszabb ideje a magyar joggyakorlatban is folyik. Egy plakát megrongálása az rongálás szabálysértésének minősíthető, vagy pedig a véleményítás szabadságának. De én szerintem éppen ezért az ügynek a jogi minősítése az sokadlagos. Simicska Lajos egészen 2014-ig egyike volt Orbán Viktor legbizalmasabb embereinek, vállalkozásai pedig sorra nyerték az állami megrendeléseket. A 14-es választás után azonban megromlott a kapcsolatuk, Simicska Lajos szerint azért, mert a kormányfő diktatúrát épít demokrácia helyett. A miniszterelnök sajtófőnöke a következő módon reagált Simicska Lajos akciójára, idézem. A miniszterelnök az ország és a magyar emberek számára fontos kérdésekkel foglalkozik. Egy reménytelen, kétségbeesett ember számára nyilatkozatát, aki 2015. februárjában és azóta többször is nyomdafestéket nem tűrő szavakkal beszélt Magyarország miniszterelnökéről, nem kívánjuk kommentálni. Az interjút egyébként teljes terjedelemben meghallgathatják az atv.hu-n.